Szerintem rávírám ez a mai reggel, kedvel, üdvözlettel, ártatlan szívemben. Most viszont a kebrám szorongás fogja el, hiszen a házasság útjára lépek fel. Nehéz az én utam, amerre indulok, ezért jó Istenem, te hozzád fordulok. Tőled buzgó szívvel kegyelmetesed ezek, hiszen békét, sárdást csak tőled nyerhetek. Ezért kérem, együtt menjünk a templomba, Isten áldásával járjunk a sorsunkba. Kérve az Úr Istent, vezérelj utam, búcsúszomnak vége, követem az utam. Halljuk szoros vendégek! És most az ifjú pár nevében szeretnék egy pár szót szólni a tisztelendő úrhoz, mert emelem szavam, szállok az úrhoz. Egy pár szót intéznék a tisztelendő úrhoz. Ki megtisztelt minket eljövetelével, áldja meg az Isten vidám számos évvel. A tisztelendő úrhoz tisztelettel szólok. Bár a föltett céljaim nekem igen nagyok, de a tudományban oly gyenge vagyok én, egy áldás fejére mégis mondanék. A szent szolgálatáért illő tisztelettel fordulok most hozzá méltó köszönettel, mivel ezt a két ifjút hittel s szeretettel összekötötte egy páros élettel. Megköszönjük mi most mindenintő szavát és a szent eskünek előttünk mondását. Kívánjuk Istentől sokáig éljen az Anya Szent Egyház hű őrzője légyen. Egy hatalmas nagy tapsot kérek a tisztelendő rendésereg! Hozzák, hogy ki is vagyok én! Mi tűrés, ragadás! Egy házasoló legény! Én ezt onnan gondolom, hogy minap az apám! Így szólt az anyámhoz! Jó lenne, a legény már asszonyt hozna a házhoz! Hátunk mögött voltam, én ezt meghallottam! Hátamra felvettem a tarisznyámat, felhúztam az ünneplős csukámat, és háztűz nézőbe zöpvest elindultam. De bejártam én 90-10 város, de kedvemre való kislányt én sehol sem találtam. Az egyik csúnya volt, a második szegény, a harmadikat meg éppen akkor ölelte egy legény. A negyedik lusta volt, az ötödik kócos, a hatodikat meg éppen akkor foltozta egy drótos. Ja Istenem, de a hetediket én a szörnyen megszerettem. 33 percig a bolondja is lettem. De tisztelt násznék, el nem vehettem, nem ám. Mert 10 évvel öregebb volt, mint az én nagyanyám. Ezért még most is legény vagyok, majd a lagziba lenne egy kislány, ki hozzám jönne, megcsapnánk a lagzit még az esztendőben. De mindenki itt, hogy jeljen ide, mert bemutatom, kik ülnek itt, és kitől jön a zene. Bemutatom őket, négy szerint, szépen sorba, ha szívni kell, a nevekkel senkinek ne legyen gondja. Én a Bélegyűs, kinek nevét nem is mondom, mert ha megtudnák, mindenki sírna, azt előre tudom. Róla elmondani nem sok mindent lehet, hiszen egy zenés családból származó ravasz gyerek. A billentyűzésen kívül nem sok mindenhez értesz, talán még a pohár emelgetéséhez. Kímer a szétszáll legény, a gyurka. Na a gyurkáról csak annyit, hogy a szakszakonyát annyira fújja, hogy az előbb észre se vett, hogy elcsepett az orra. Ennyi az egész, ennyit tudok róluk. Remélem nem lesz velük soha semmi gondunk. Te meg csak húzz el zenész, ne legyen panaszátok. Büszkén húzzátok, hogy megértek a fejedből magára. Tisztelt felnéssereg! A videózás az emberiség legnagyobb csodája, melyet megalkotott az önmaga szórakoztatására. Hiszen a valóságot tükrözi nekünk, melyet évek múltán majd vissza is nézhetünk. Erre a napra is akadt nekünk egy videós, ki a felvételével nem lesz nekünk adós. Felvesző minden táncot, mulatozást, itt a részeg ember fejét, nem takarja a fekete palást. Felveszi az asztal alá gurulsz, és égnek áll a lába. Na meg ha nem akarsz hazamenni az asszonnyal az ágyba? Így hát így áll rendesen, és szépen edd a kaját, hogyha nem akarod, hogy rajtad röhögjön az egész család. Egy nagy tapsal köszönjük meg a munkájukat, kérem! Akkor az első kandidatotok lesz, hogy neked a vendégek közül ki kell hívni 5 férfit, Bettina, neked 4 hölgyet, jó? És akik hallják a nevüket, azokat megkérném, hogy a kisebbik poharukkal és a székükkel érkezzenek meg. Na szóval most kezdődik a történet, mindenkinek megvan a neve, ugye mindenki tisztában, hogy ki
Na szóval, egyszer volt, hol nem volt, az operenciás tengeren is túl, a kocsmától innen, az üvegkegyen túl, volt nekünk egy királynőnk. És egy királynő. Sanyi! Basztam! Csabi, lekésed Sanyi. Kísérőjét is. Drága jó királyom! Egyetlen egy királyom! Szerelmetes királyom! Kérem szóljál a kocsisra, hogy fogja be a lovakat a kocsiba, és menjünk el kocsikázni! A rúcsak bomb, és megüti a bal első és a jobb hátsó lópatkóját. Nagyon jó, nagyon jó. Ugye és azt mondtam, hogy bal első és jobb hátsó, egyedül te mentél helyesen, nem kellett volna, nem kellett volna neked, meg kellett volna. Csabi! Pánikát! Kocsis! Segített leszállni a király. Takarodj már! Csabi! Nyomj arra! Kimaradt! Sanyi! Megint